Összességben azt gondolom, hogy egy harcos meccs volt. Mind a két csapat hajtott és harcolt 3 pontig. Nálunk egyforma hibák vannak minden meccs után, és én már ezt lenyilatkoztam is sokszor, képességről van szó, nem akarok itt bújni ebből, azért mert ez kivettem a statisztikát, és nagyon egyszerű látszik, hogy miről lehet javítani. Megcsináltunk máma is 5 nagy zicser, amiből egyszer sem nem rúgtunk gólt. Kaptunk gólt nagyon nagy hiba után, fegyelmezett hiba, és akkor hajtottunk 10 játékossal is, megpróbáltunk csak amit lehetett. Erre gratulálni kell a persze elsősorban Kaposvárnak, azért mert ez győzelem, 3 pont jelent ez az egyszerűen. Az én csapatom ugyanúgy a hajtásra küzdőse nem volt gond. Persze volt hiányérzésem, meg van, azért mert újra nem csak 10 játékosra játszottunk 6-7 játékosra, ami nekünk egész tavaszon baj, de ez van, majd megint meccs, majd leülünk és megbeszélünk, hogy tovább. Még egyszer gratulálom a Kaposvárnak, a Bruckner kollégámnak, aki tényleg most kezd nekem lenni a mus, de nem feladok én. Köszönöm szépen, és ha hazajött, én nélkül ne Lászlót kérném értékelésre. Szerintem mind a két csapat a tudás alatt szerepelt a tavaszi szezonban. Nincs nagyon keményen elmondhatjuk magunkról, és nagyon fontos volt a számunkra ez a kiizzadt győzelem. Mindenképpen célfutballt kellett játszanunk. Az előzetesben azt is nyilatkoztam, hogy nagy küzdelem és harcos mérkőzés várható, ez be is következett. Most nekünk volt egy kicsit nagyobb szerencsénk, és talán jobban akartunk mosni a győzelmet. Voltak a tavasz folyamán olyan mérkőzések, amikor nagyon jól játszottunk, és nem szereztünk egy fél pontot sem. Most kevésbé volt túl a játék, de a 3 pont itthon maradt, és a számunkra most ez mindennél fontosabb.